Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Herc nyitás, egy szerelmi jóslás. Itt arról van szó, hogyha ő eddig zárkózott volt, mi lesz a jövőben? Nyitott arra, hogy érzelmekről beszéljen? Vagy azt is megnézhetjük ennél a jóslásnál, ha ő olyan zárkózott, és te szeretnél egy szertartást, hogy legyen nyitottabb érzelmekről beszélni, hogy ez a szertartás tud-e segíteni ebben. Azt is jelenti ez a jóslás, hogy hogy viszonyulj hozzá. Itt bal oldalon vannak a te kártyáid, és ezzel szemben az ő kártyái. Hogyan tovább, hogy reagál, nyitott lesz érzelmekről beszélni. Ami összeköt benneteket, az itt középen látható ez a medve. Ez jelenti az életerőt, hogy te adsz erőt számára, vagy ő ad erőt számodra. Ez az erő lehet a belső erő is, a hit, hogy hinni kell abban, hogy ő tényleg nyitott lesz majd érzelmekről beszélni. Ami téged illet, az itt látható, az egerek el tudnak valamit távolítani, hiszen a kártyavetésnél úgy szoktuk mondani, ahol az egerek megjelennek, felfalnak valamit, és akkor az már nincs ott. Tehát eltávolítanak valamit. Ez kivált néha félelmeket, hiszen félsz attól, hogy elveszíted őt. A kassa jelenthet válást is. Lehet, hogy ebben a helyzetben vagy, és félsz attól, hogy elveszíted a talajt a lábad alól. Persze az egerek gyakran segíteni is tudnak, hiszen ha eddig voltak félelmek vagy bizonytalanságok, akkor ezeket az érzelmeket is el tudják az egerek távolítani. És ebben az esetben a kassa azt jelenti, hogy lesz egy fordulat, lesz egy meglepetés, egy olyan pillanatban, amikor nem is számítasz erre. Ha át tudtad tenni magadat a félelmeken, akkor itt a csevekő madarak jelentik a vidámságot, a mozgást, a lelkesedést, a könnyűséget és a kommunikációt, sőt, ez a férfi megjelenik a környezetedben, mert beszélni akar veled. És most megnézzük az ő kártyáit, hogy nyitott lesz-e érzelmekről, tervekről beszélni. Itt a fa jelenti a biztonság érzetét, ahol le tud gyökerezni. A fa jelenti azt is, hogy itt rendeződnek a dolgok, hiszen van egy gyógyító ereje. A kutya jelentheti a házi állatokat és kutyát vagy cicát, de jelenti a hűséget is, hogy ő megmarad hűségesen melletted. Az is lehet, hogy először barátilag közeledik hozzád, és elvárja azt, hogy légy türelmes, hiszen a fa jelentheti a türelmet is. Egy fának is időre van szüksége ahhoz, mire gyümölcsöt hoz, van növekedés ugyan, de úgy lassan alakulnak a dolgok. És mit fog tenni? Itt látható a szív, a szerelem, ez a férfi szeret téged, és eljön annak az ideje, amikor nyitott lesz érzelmekről beszélni, és itt van hozzá a remény, ez a hajó szimbolizálja a reményt,
De jelentett külföldi kapcsolatokat, vagy utazást. Lehet, hogy egy utazás alkalmával mondja el, hogy mit érez irántad. Ez az utazás, ez az út lehet egy belső út is, egy lelki kapcsolat mély érzelmekkel. Akkor is, ha nem azonnal mondja ki, hogy mit érez irántad, de az irány az nagyon jó, hiszen itt látható a szerelem, és ez a mozgás, hogy azért előre mennek a dolgok. És ez volt a szívnyitás, szerelmi jóslás, egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kért tőlem ezt a jóslást, a díjam, mint minden jóslásnál 4000 forint. És kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel!